Szeretettel köszöntöm nézőinket! A reformáció történetét énekeken keresztül bemutató műsorunkban északi tájakra érkeztünk. Azon a helyen állok, ahol a 19. században Kölcsey így fogalmazott, bús tüledékeiden husznak Romvára megállék. Majdnem 300 évvel korábban Bornemisza Péter, a magyar reformátor is megállt ezen a helyen. Akkor, amikor emigrációba készült, az kevés németök, az pogán törökök elől menekülve. Imékön te tüled megváltom, áldott Magyarország, tőled eltávoznom. Bajos, mikor lészöd, jó Budában lakásom. Az fölföldet bírják, az kevényi völtök, szerémségöd bírják, az fene törökök. Bajos, mikor lészön, jó Budában lakásom. Engömet kergetnek, az kevényi völtök, engöm környülettek, az pogán törökök. Bajos, mikor lészön, jó Budában lakásom. Husztvára a Felső Tisza vidékén van, azon a területen, ami az ütköző zóna volt akkoriban a királyi Magyarország és Erdély között. Ekkor még erdélyi fejedelemségről nem beszélhetünk. Vannak, akik egy 1557-es ostromhoz kötik Bornemisza jelenlétét, hogy akkor lehetett ő Husznak várában, nem pontosan tudni, nem árulja el, hogy melyik félnek a táborában. Olyan utalást is, bár bizonytalan utalást találjuk, hogy ő talán éppen raboskodott Huszt várában, bár ezt a versben nem mondja ki, és akkor éppen a másik párt volt az, aki őt kiszabadította. Az egyetlen biztos az, hogy zűrzavaros esztendők voltak. Ugye az utolsó strófában megjegyzi, hogy jó Husznak várában szerzette az éneket, de feltehetőleg valamelyik hosszabb külföldi útja előtt. Valószínűbb, hogy 20 éves korában, amikor az első nagy európai útjára indult, az előtt írhatta, tehát akkor az 1550-es évek közepén 20-22 éves lehetett. Azt mondhatnánk, hogy fiatal ember, akkor már túl van legalább egy börtönbüntetésen, valószínűleg már kettőn, és mindenféle hadakozáson. Ekkor valóban elhagyja az országot, és sok éven keresztül nem tér vissza, több európai országot végig látogat, főleg egyetemi városokat. Maga a vers a legfelszínesebb megközelítéssel egy humanista búcsúvers. Ez szokás volt, hogy amikor elhagyták az iskolájukat, vagy külföldi tanulmányútra indultak, akkor elbúcsúztak azoktól a tájaktól, amelyekhez személyesen kötődtek. Ő itt megemlíti a szülővárosát, Budát, megemlíti a szerémséget, ahonnan a családja származik, és a felföldet, ahol életének az utóbbi éveit töltötte, Kassán és környékén volt ő iskolás, meg ott keveredett különböző kalandokba. A második rétege ennek a versnek a politikai líra, ami már nem annyira szokványos, szidja a fene törököket, a kevény németöket, a magyari urakat. Ő itt a reformáció célkitűzéseit próbálta megvalósítani az óhitűekkel szemben. Ennek a kettőnek a keverékéből mégis szerintem valami egészen új és ugyan nem irodalomtörténészként állíthatom, csak egyszerű olvasóként, hogy korábban nem létező szintézis jön létre. Tehát a személyesnek és a közösséginek a vegyítékéből az a hazafogalom és a hazaszeretetnek az a megfogalmazása, ami
számunkra már természetes. De a magyar irodalomban éppen ezekben az évtizedekben jön létre. Bornemisztának még nem is volt erre külön szava, a következő nemzedék találja ki erre az érzésre egyáltalán a hazaszót, és ennek a hazaszeretetnek a megfogalmazása magában a versben az áldott Magyarország kifejezés. Tehát az a forradalmian új benne, hogy nem csak a személyes szülőföldjét készül elhagyni, nem az emlékeitől búcsúzik, a családtagjaitól búcsúzik, a barátaitól búcsúzik, hanem egy politikai képződménytől, Magyarországtól, a Magyar Királyságtól búcsúzik, és azért kell elhagynia, mert ez az ország Buda elestével végképp romlásra van ítélve. Amíg Buda nem volt török kézen, élt a remény, hogy valamelyik párt képes lesz egyesíteni az országot. Ez a reménység fogalmazódik meg a refrénben, vajon mikor lészen jó Budában lakásom, de már mint elveszett reménység. Tehát az Budának az 1541-es elveszte már, nem hagyott senkiben illúziót, hogy valami végképp elveszett. Ettől a verstől egy egyenes vonalat lehet húzni egészen Radnótinak a Nem tudhatom című verséig, ahol ugyanígy kapcsolódik össze a személyes és a közösségi, a kő, amiben ő megütötte a lábát, és Vörös Marti Mihály, aki számára a hazaszeretetnek a közösségi tradícióját jelentette, és azért tartom különösen izgalmasnak ezt a verset, mert valahol itt kezdődik el a személyesnek és a közösséginek ez a számunkra már szinte közhelyes összekapcsolódása. Engem eluntattak az magyari urak, kihízték közölöm az egy igaz Istent, vajon s mikor lészön jó Budában lakásom. Légyön Isten hozzád, áldott Magyarország, mert nincsen te benned semmi nagy uraság. Vajon s mikor lészöl jó Budában lakásom? Ez énekött szörzék jó husznak várában, Bornemissza Péter az ő víg kedvében. Vajon s mikor lészöl jó Budában lakásom? Károsi Horváth András nem csak az ószövetségi próféták lelkületét idéző igehirdető és neves hitvitázó volt, hanem énekszerző is. A Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege című himnuszában a versfőkben nevének latin változatát is elrejtette. Ez az ének talán a közeli Vizsolyban is visszhangra talált. Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlölsége. Noha ez világnak rajtad dühössége, de nem hát szégyenben Krisztus ő felsége. Királyi nemzet vagy, noha te kicsim vagy, az Atya Istennek bizony te kedves vagy. Ő szent fia által már tehes fiú vagy, minden dicsőségben higgyed, hogy részes vagy. Hát, hogyha a reformációnak a nyomába eredünk, és itt vagyunk táján, akkor elsősorban Szkárosi Horváth Andrásnak a nevét kell megemlíteni, aki 1542 és 48 között prédikátor volt. Az életéről nem
sokat tudunk, azt feltételezik, hogy Nagyváradon született, és mint ferences rendi szerzetes került ide Tájára. Nagyon sokan a ferences rendi szerzetesek közül a reformáció hívévé szegődtek, tekintettel arra, hogy külföldi tanulmányaik során hozták a reformációnak és elsősorban a luteri reformátor tanoknak az üzenetét és tartalmát. Károsi Horváth András, talán szabad így fogalmazni, hogy a reformációnak a költője volt. Bornemisza énekes könyvében is a 10 verse, amit ismerünk, abból 8 ott megtalálható és olvasható. Károsi Horváth András mellett, aki a mai katolikus templomban szolgált, akkor protestáns templom volt, jelentős prédikátora volt Tájának, Károli Gáspár is. Ő mikor élt és működött itt? Károli Gáspár itteni működéséről annyit tudunk, hogy 3 évet szolgált itt Táján, 1584 és 87 között. És hát valószínű, hogy innen került azután Göncre, ahol a Bibliát fordította munkatársaival együtt, végül is ugye neki is voltak munkatársai, éppen úgy, mint ahogy Luthernak is voltak munkatársai a Biblia fordítás nagy munkájában. Károsi Horváth Andrásról érdemes még azért azt is megemlíteni, hogy az első iskolát, amelyik hát már komoly iskola számba ment, azt éppen Károsi Horváth Andrásnak a nevéhez fűződik, ennek az iskolának az alapítása, és hát olyan nagyszerű mecénásai voltak az iskola ügynek és az egyház ügyének is, mint első Rákóczi György és felesége Lórántffy Zsuzsanna. De azt is meg kell említenem, hogy később azután a főúri mecénatúra mellett megjelent éppen az iskoláztatás révén egy úgynevezett polgári mecénatúra, bizony, hogy nagyon tisztességes megélhetést biztosítottak az itt szolgáló lelkészeknek, iskolamestereknek, tanítóknak, úgyhogy ez mindenféleképpen hát példaértékű akár a ma számára is. Több magyarországi lelkész tanult Wittenbergben, és hozták haza az új tanokat. Mégis azt lehet mondani, hogy az ének kincset eleinte, kezdetben egy sajátosan kialakuló magyar protestáns ének kultúra határozta meg. Így van ez például a Semmit ne bánkódjál kezdetű énekkel is. Ezt olyan formában énekelték, ahogy korábban a balladákat. Ez az énekstílus nagyon ismert volt, ez az éneklés mód szeretett és kedvelt volt, nem véletlen, hogy ezek az énekek is gyorsan elterjedtek. Mi a fő üzenete ennek az éneknek, hogy semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege? A magyar reformáció korában nagyon fontos volt a vigasztalás. Egyébként érdekes, hogy Károsi énekei közt a leggyakoribb ének, a leggyakoribb téma inkább éppen az intés. Mégis nem véletlen, hogy ezt a vigasztaló éneket énekelték évszázadokon keresztül, hiszen a török megszállás gyötrelmei fölött elcsüggedő nép sokszor énekekben talált vigaszra. Hogyha te igazán az Krisztusban bízol, higgyed, hogy lélekben Istennel meghízol. A Krisztus vérében igaz hittel iszol, higgyed, hogy örökké meg nem szomjúhozol. Akár mint halászol az ördög utána, az ő tagjaiban dühösködjék rajta, mint tördel fegyverrel siessen utánad. Ha Krisztusban bízol, neked az sem árthat.
siess most mi hozzánk, Krisztus segélj minket, a te szent igéddel neveljed hitünket, azt te szent lelkeddel bírjad életünket, hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged. Tája nem csak Károsi Horváth András és Károli Gáspár itteni működéséről ismert, hanem arról a történelmi tényről, hogy Kossuth Lajost is itt keresztelték. Igen, hát ez a templom, ahol most vagyunk, ez már a türelmi rendelet után épült, 1790-ben. Késő barokk, illetve copp stílusban az oltár és a keresztelő medence az kifejezetten copp stílust tükröz. 1802-ben így tartja az itteni legenda, hogy a tájai hordóvására jöttek át a Kossuth szülők, hiszen Kossuth ugye a szomszédos Monokon született, és itt történt Kossuth Lajosnak a keresztelője, és mindig a március 15-i ünnepséget egész tája itt a tájai evangélikus templomban tartja, adózva ezzel a, nem csak a március 15-i emlékének, hanem Kossuth Lajos emlékének is. Vedd el már mi rólunk a sok ellenséget, vedd ki mi közölünk a sok gyűlölséget. Esnek nagy szégyenbe minden ellenségünk, akik megtagadják a te dicsőséget. Senkiben nem bízik az Anya Szent Egyház, hanem csak te benned, minket oltalmasz, te igazságoddal mindenkoron táplálsz, te szent sebeiddel minket megvigasztalsz. Hálát adunk néked, mennybéli nagy Isten, ki vagy egy állatban és három szemében. Ne hagyjál rettegnünk a keserűségben, halálunk óráján ne essünk kétségben. Sárospatak, amit a bodrogparti Aténak is szoktak nevezni, a felső magyarországi régió református központja. A trianoni döntés következtében vonzás körzetének jó részét elveszítette. Az utóbbi évtizedben mégis sok mindent visszanyert régi híréből és szépségéből. A török terjeszkedése következtében Magyarországnak egyik legbefolyásosabb mágnása, Perényi Péter, a délvidékről Siklósról, ide Sárospatakra és környékére helyezte át a rezidenciáját, a tartózkodási helyét, birtokközpontját, és az ő környezetében, majd az ő halála után, 1548 után fiának, Gábornak, Perényi Gábornak a környezetében működtek a kor igen jelentős prédikátorai a reformáció jegyében. Meg kell említenünk Dévai Bíró Mátyást, Dobai Andrást, Sztárai Mihályt, Kopács Istvánt, Szikszai Fabricius Balást, akik egytől egyig mindannyian Wittenberghez kötődnek. Igaz, hogy Dobai Andrásról biztosan nem tudjuk, a többiek azonban mindnyájan Wittenbergben tanultak, esetleg előtte Krakkóban képezték magukat, de később mindenképpen Lutherhez és Melanchtonhoz kötődtek személyesen. Talán Dévai Bíró Mátyás a legismertebb a felsorolt reformátorok közül. Mit tudunk az ő pataki működéséről? Viszonylag rövid időt töltött itt, 1539-től 40-ig. Valószínűleg konfliktusa támadt Perényi Péterrel. Részben az úrvacsora kérdésében, részben talán a nagyon komolyan vett esküszegés ügyében. Ez mind a két epizód mutatja, hogy következetes reformátor volt Dévai, ezért el kellett hagynia Sárospatakot. Viszont az ő munkássága rendkívül kiemelkedő. Meghatározó személyiség lehetett a korban.
Ezt több szempont is alátámasztja, több tény is alátámasztja. Először is az, hogy Luthernek személyes jó barátja volt, nem csak tanítványa, de kötődött Melanchthonhoz is. Wittenbergben nem csak tanult 1529-30-ban, hanem később is többször megfordult ott, és Luther az asztali beszélgetéseiben egyenesen anekdótákat mesélt Dévairól. Ugyanakkor korábban Krakkóban tanult, és a krakkói anyakönyvbe később a neve mellé bejegyezték, hogy ez a Mátyás vitte a magyarok közé Luther pestisét, értve ez alatt a reformációt. Tehát Lengyelországban is, az egyetemen, a krakkói egyetemen is közismert volt az ő személyisége és a reformáció melletti elkötelezettsége. Ugyanakkor az egyik legjelentősebb első reformátor írónk, aki nem csak hittani íratokat bocsátott ki a keze alól, hanem például az egyik legelső magyar nyelvtant, az ortográfia ungárikát, azaz igaz írás módjáról való tanítást. Ehhez csatolt nyelvtant is, és katekizmust is. De a személyiségének a jelentőségét mutatja, hogy mikor az első fogságát szenvedte, 1531-ben ugyanis Kassán elfogták, és egyenesen Bécsbe szállították, akkor nem kisebb személyiség, mint Johannes Faber, a bécsi püspök hallgatta őt ki, és folytatott vele a börtönben teológiai vitát. Az a Johannes Faber, aki korábban megelőzőleg a zürichi reformátorral, Zwingli Urlichal is vitatkozott. Melanchthon Stöckel Lénártnak írt egy levelet 1545-ben, amely megemlítette, hogy Mátyás lelkész, Mátyás prédikátor már nincs az élők sorában. Ebből azután a történészek, egyháztörténészek arra következtetnek, hogy ez Dévai bíró Mátyásra vonatkozik, és talán Debrecenben vagy Debrecen környékén hagyta el ezt az árnyékvilágot 1545 táján. Az hatalmas Isten királyok királya, és minden uraknak nagy hatalmas úra, szól és mindeneknek ő ezt parancsolja, minden ember szóvat nékem meghallgassa. Én vagyok az Krisztus, Istennek szent fia, ki az Istenségből jövékez világra. Az emberi testet én felvőm magamra, bocsátam magamot nagy nyomorúságra. Senkitől magamot én meg nem tagadám, az nyomorultak túl magam meg sem vonám. Mindeneknek terhét én magamra vonám, mert mindez világot az bűnben találám. Betegeket köztök sokakat gyógyíték, nagy sok emberekből ördögöket űzék. Nagy sok betegeknek én tagokat adék, nagy sok halottakot közöttök támaszték. Aképpen jelentém én istenségemet, ördög ellen való nagy gyűlölségemet, halál ellen való hatalmas erőmet, emberekhöz való kegyelmességemet. Immáron halálom, hogy elközelgetne, mely minden embernek váltságára lenne. Szerzék egy vacsorát közöttök ez végre, hogy ennék innáljak emlékezetemre. Ó, mely drága látos vacsora ez vala, ha emberek véle méltán élnek vala. Bűnből szabadulást benne lőnek vala, az örök életre véle jutnak vala. Mai műsorunkban az itt működő, Patakon működő reformátor Dobai András egy énekét mutatjuk be, amely alapvetően az úrvacsoráról szóló tanítást adja. Tudunk-e valami bővebbet erről a személyiségről, Dobai Andrásról? Alig többet. A személyére ez az ének hívja fel a kutatóknak a figyelmét. 1540-ben Dévait követően érkezett ide, Perényi udvari papjaként, de 1541-ben már Bártfán működött, még 44-ben is
ott találjuk, majd később Ungvárott. Ennél azután többet nem is tudunk róla, az éneke az a legtöbb, amit megismerhetünk felőle, az utolsó ítéletről című énekét ő maga jelöli meg, hogy itt a Bodrog mentében Sárospatakon szerezte. Debrecen mellett Sárospatak ennek a régiónak az egyházi központja református szempontból. Milyen intézmények működnek most itt Patakon? Patak annak ellenére, hogy földrajzi tekintetben periférikus, mégis szellemi központ. Ma is iskolaváros, két főiskola is működik itt. Középiskolái is jelentősek. És most református egyházi szempontból is újra szellemi központ lehetett azzal, hogy a kollégiumnak az integritása helyreállt. Az 1951-ben erőszakosan bezárt teológiai akadémia 1991-ben újraindulhatott, egy évvel megelőzőleg pedig a gimnázium újra református intézményként kezdte meg a működését, ennek immáron 10-11 esztendeje. Ez mindenképpen, ez a két tény mindenképpen a Tiszai-Nagy Egyházkerület egyik legfontosabb központjává, helységévé avatja Sárospatakot. Nem is beszélve arról a helyről, ahol most vagyunk, a tudományos gyűjteményeket, említeni kell még emellett, és benne a nagykönyvtárat gazdag gyűjteményével. Hány kötet van ebben a gyűjteményben körülbelül? Kötetet 260 ezeret tartunk számon, és folyamatosan szaporodik, de hogyha az egyéb könyvtári egységeket is ide számítjuk, akkor megközelíti a 500 000-t. Ha pedig a teljes gyűjteményre gondolok, beleértve a levéltárat is, a múzeumot is, és azt az adattárat, amely egyedülálló módon a határon túli és az amerikai magyarságnak a dokumentumait is őrzi ebben az országban, akkor meghaladja az 1 000 000 tételt, amit ebben a gyűjteményben őrzünk és gyarapítunk. Mikoron az óra immáram bít elég, nagy örömest értek, az halálra mennék. Az kemény keresztfán értek, megfeszülék, meghalválni rettek, pokorra leszállék. Itt az halál rajtam, nem uralkodhaték, azért halálomból is még feltámadék. Feltámadván nékik doktorokat hagyék, kik az én nevemet közöttök hirdetnék. Ott valaki lenne, ki én bennem hinne, ottan keresztséget magára felvenne, és az üdvösségnek örököse lenne, de minden kárhoznék, az ki nem hinnéje. Titeket intelek, bűnben élő népek, kik az Isten felől elfeledkeztetek, azt ti bűnötökből immár kitérjeltek, és az ítéletre gondot viseljeltek. Csak ez rövidelden beszédem sommája, jó idején magát ember jól meglássa. Az ítélő Krisztust igaz hittel várja, ha az üdvösséget mennyie akarja. Ez éneköt szerzék, az nemes fölföldön, Patak városában, az Bodrog mentében. Mikor írnak vala ennyi esztendőben, 1500 után 40 esztendőben. Dicsértessél, Atya, mindenható Isten, azt te szent fiadban, az Jézus Krisztusban. És a szent lélökkel ki vagy egy fölségben, tarts meg mindvégig len minket igaz hitben.